liberálisok ügyvívője Bőszanett, kezdett csak, már itt is van a stúdióban. Jó reggelt! Jó reggelt! Milyen volt a hétvége? Dolgozott? Igen, egészen sokat, úgyhogy kampányoltunk utcán, aztán utána Karácsony Gergelynek volt programbemutatója, úgyhogy igen, van most dolgok bőven. Na, beszéljünk most akkor egy kicsit erről. Meglepte ez szerintetek egyébként akár a DK-t, vagy a SZLMP-t, amit Karácsony Gergely is ugye kijelentett, bejelentett, hogy egy közös koalícióra kérte fel tulajdonképpen a két ellenzéki pártot? Én szerintem a demokratikus koalíciót egészen biztosan nem, hát hiszen itt a Változás Szövetségének keretében van egy olyan koordinált indulás, amivel ugyan versengőek a listák, tehát az MSZP és a Párbeszéd listája, amelyen a liberálisok is szerepelnek, valamint a demokratikus koalíció listája szerepel a szövetségen belül. Bízunk abban, hogy ez valami fajta mandátum maximalizáló hatással lesz majd a demokrata ellenzéki szavazatok tekintetében. De én azt gondolom, hogy az sem meglepő, hogy Karácsony Gergely üzent az NMP-nek is, hát hiszen azért ez egy nagyon fontos üzenet arra nézve, hogy a demokrata ellenzéki oldalnak kell tudnia. Hivatalosan reagáltak egyébként már erre? Én nem tudok róla, hogy reagáltak volna, de hát még azért hétfőkora reggel van, úgyhogy bízom. Hát ilyenkor 0-24 órában zajlik a kampány. Kell összefüggést keresni egyébként Karácsony Gergely kijelentése között és felkérése között, és Gyurcsány Ferenc kijelentése között, aki szinte pár órával később ugye mindjárt közhírré tette, hogy szerinte zavargások lesznek Magyarországon, ha és amennyiben ugye a Fidesz elveszíti a választásokat. Én inkább akkor a második kijelentéssel foglalkoznék, mert azt gondolom, hogy ez azért egy egészen elképesztő helyzet, és hogy az elmúlt 8 év kormányzása után el tudjuk azt képzelni, ugye itt a békemenet, ami békemenetnek volt nevezve, de azért láttuk azokat a mérhetetlen indulatokat, amivel voltak ezek az emberek, akik utcára vonultak. Hát mérhetetlen indulat azért nem volt. Hát nagyon volt sokszor két, három volt. Ilyen kisebb atrocitás, nem? Tehát, igen, de azért látunk. Én azt gondolom, hogy de ott volt az idős úr, aki hát ugye nagyon udvarias vagyok vele szemben, hogyha idős úrnak szólítom, aki oda ment a diák tüntetőkhöz és megkérdezte, hogy kértek egy kis savat a pofátokba. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy itt, amikor egy-egy ilyen felvillanó jelenetet láttunk azok közül, a tüntetők közül, akik a kormánypártok mellett tették le a voksukat, én tartok attól, hogy ennek van némi valószínűsége, de nem szeretnék ennyire előre szaladni, egyelőre jó volna, hogyha ott tartanánk, hogy tudunk kormányt váltani. Na, hát a Magyar Nemzet megint egy érdekes sztorival jelentkezik, az a cím, hogy gyémántá vált jutalék, és hát ők maguk is úgy jelzőzik, hogy furcsa szövevényes történet jutott a lap tudomására. A lényeg az, hogy információik szerint az FBI tanúvédelmi programja védi az Egyesült Államokban azt a magyar állampolgárt, aki kulcsfigura lehet a Magyarországon elsikasztott uniós pénzek külföldre juttatásában. A lap szerint 3-4 milliárd euró, vagyis 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki hazánkból arab és ázsiai számlákra, és a pénz a nyertes uniós pályázatok alkotmányos költsége, hát ez ugye már egy bevett fogalom lett az elmúlt években. Milyen gyakran jelenik meg most a számokban? Igen, ez az magyarán kormánypárti politikusok részére visszaosztott jutalék, és az FBI gyanúja szerint az összeget az MKB-ból, illetve más kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel. De tovább is van. Úgy tudják, hogy a tranzakció készpénzben történt, alkalmanként néhány millió eurós összegben, hogy aztán a futárok gyémántban, vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén, az úgynevezett havalán keresztül vigyék külföldre. És még azt is írják, hogy az amerikaiak gyanúja szerint a pénz egy részes csomagokon keresztül arab befektetésnek átszázva jött vissza Magyarországra, és az érdekesség, hogy luxusszállodákat, kastélyokat, egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle. Ja, hát az érdekességről már hónapok, hetek óta tudunk, és hát ez az, aminek utána is eredt az ellenzék. De én azt gondolom, hogy nagyon régóta hangsúlyozunk azt is, hogy nem keleten kell keresni azokat a szövetségeseket, amelyek gyakorlatilag számolatlanul fekete pénzeket ellenőrizetlenül mozgatnak, egyébként úgy, hogy egészen a kormány legfelső pozícionáriusaikig terjedhetnek ezek a számolatlanok,
szálak, vagy érhetnek ezek a szálak. Szóval, hogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktornak nem feltétlenül a jogállami normák, vagy a demokratikus értékek, a problémái mondjuk Brüsszellel, vagy az Európai Unióval, hanem az, hogy az Európai Unió keretein belül ezek a pénzek nem tűnhetnek el, vagy nem tűnhetnének el. Itt elemi érdeke egy tagországnak a transzparencia, az, hogy ezek a pénzek, ezek láthatóvá váljanak, és lássuk azt, hogy ha valamire kapott Magyarország pénzt az Európai Unió közös büdzséjéből, akkor az célt ér valamilyen beruházás formájában, amiből egyébként a magyarországi adófizetők, illetve az állampolgárok is haszonélvezők. Tehát ezek a kastélyvásárlások, és hát valóban, ahogyan ő is említette, ez az 1300 milliárd forint azért egy egészen gyakorta föltűnő összeg volt itt az elmúlt hetek eseményeinek híradásában, úgyhogy egészen elképesztő, ami zajlik tényleg. Hogy mondjak egy másik számadatot a magyar időkből, ennek az ideje is majd mindjárt el fog jönni, de azért kérdeznénk az ön témájáról is, nevezetesen, hogy ez egy kérdőjel mondjuk a liberálisok részéről, vagy egy valós forgatókönyv is lehetne mondjuk, hogy az iskolákat visszaadnák az önkormányzatoknak. Részünkről ez nem egy kérdőjel, itt be is nyújtottunk törvénymódosító javaslatot. Sajnos ez egy bevett gyakorlattá vált egyébként az országgyűlés különböző bizottságaiban, hogy pontosan ugyanaz történik, mint a plenáris üléseken, hogy azonnal lesöprik az ellenzék, vagy hát a demokrata ellenzék javaslatait, ami törvénymódosító javaslatunkkal is ez történt. Azt vetettük fel, hogy a kisebb önkormányzatok elkerülendő azokat a hibákat, amelyek mondjuk a 2010 előtti oktatási irányításban előfordultak. A kisebb önkormányzatok járási szintig terjedően önkéntes társulásokat hozhatnának létre, és ezen keresztül tudnák fenntartani a saját intézményeiket, és még egy újítás van a rendszerben, az elképzelésünk szerint egy olyan normatív támogatási rendszer dolgoztunk ki, amiben az önhibájukon kívül alulfinanszírozott önkormányzatok egy szorzóval kaphatnának, egy másfélszeres szorzóig terjedő többletforrást kaphatnának a központi költségvetésből, hogy finanszírozni is tudják. De változna a hazai oktatásnak a minősége, jobban tanulnának a diákok, jobban működnének az iskolák? Mi alapvetően abból indulunk ki, hogy a helyi közösségeké az iskola, és ők tudják a helyi kihívásokra azokat a válaszokat, amelyeket egyébként a központból nem ismerünk. Ezért fogtunk bele azzal a jelmondattal ebbe az egész projektbe, hogy a kliknek mennie kell, hát hiszen egy ilyen lépésképtelen mamut szervezet, amelyet valahonnan Budapestről irányítanak, és tudom, hogy erre a kormány válasza az, hogy hát hiszen már földaraboltuk 57 darabra, de a központosító szemlélet fönt maradt. Az fönnmaradt, hogy az oktatási intézmények vezetői, illetve tantestületei nem tudnak egy dinamikus kommunikációt folytatni mondjuk a település vezetőkkel akkor, hogyha valamilyen igénnyel föllépnének, akár segítségre van szükségük, akár csak valami rendezvényt szeretnének a településen belül, szóval sok-sok minden megoldódna már ezen keresztül. Tehát úgy, hogy van, meg is tüntetnék a klikket? Abszolút, igen, természetes, tehát a törvénymódosító javaslat elsődleges célja ez, és akkor a további célok azok pedig azok, hogy a települések tarthassák fent a saját iskoláikat, igen. Rátaláltam. Na. Bocsánat, hogy itt közben lapozgattam. A magyar időkben a teljes termékenységi arányszám 2017-ben több mint 20%-os emelkedést mutatott. Ez egy hatalmas nagy összefoglaló anyagnak a címe a magyar időkben. A kormány hosszú távú demográfiai célja, hogy ne fogyjon el a magyarság, évszázadok távlatában sem, és itt ugye sok-sok adat szerepel azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kormány az elmúlt 8 esztendőben milyen tetemes mennyiségben, minőségben gondoskodott arról, hogy a hazai családok ne csak jobb körülmények között éljenek, hanem a népességfogyást is megállni. Csak kérem, ismerj el, hogy a magyar kormány jobban teljesít ezen a téren is. Hát ezen a téren talán jobban teljesít, de azt el kell, hogy mondjam, hogy hosszú ideje nem ismeri el a kormány ugyanakkor azt, amit feminista paradoxonnak nevezünk, hogy a fejlett világon belül legalábbis azokban az országokban születik a legtöbb baba, ahol a nők és a férfiak esélyegyenlősége mind jobban megvalósul, és innentől kezdve pedig ez az osztogatás, amivel gyakorlatilag megpróbálják lefizetni a családokat, hogy maradjanak otthon az édesanyák,
foglalkozzanak csak a gyermekvállalással, hát hiszen a nőnek a helye a bölcső mellett, illetve a konyhában van. Hát ez a szemléletpont az ellenkező irányba tol bennünket, és hát látható is az, hogy mondjuk az észak-európai országokban jóval több gyermek születik, mint mondjuk Magyarországon. Látta ezt a kolozsvári videót, amiről itt a bevezetőben beszélgettem? Én egyelőre csak olvastam róla, de mindenféleképpen meg fogom nézni. És így a hallomások alapján, vagy a tartalma alapján mi a véleménye róla? Én azt gondolom, hogy sokkal inkább arról kellene beszélnünk, hogy miért történik az, hogy ez a kormány használja az erdélyi magyarokat a saját céljainak megvalósítására, és ugyanakkor például a külföldön dolgozó honfitársainknak akadályozza. Ez bizonyos szempontból most a DK is használja a kritikusok szerint, hogy mozgósítsa a sajátjait. Ebben van igazság, de ugyanakkor a másik oldalon pedig a liberális párttal hosszú ideje arról beszélünk, hogy sokkal inkább a szavazati jog egyenlőségét kellene előtérbe helyeznünk, és azt mondani, hogy amennyiben a külföldön dolgozó magyarok kizárólag külképviseleteken szavazhatnak, egyébként időnként több száz eurót is elköltve arra, hogy élhessenek ezzel a jogukkal, közben a határon túli magyarok pedig levélben leadhatják a szavazatukat, ami ellenőrizhetetlen, és ráadásul szerintem mélyen megalázó az a használat, amivel Orbán Viktor él. Itt emberekről van szó, akik reménykednek valamiben, de ezt a reményt a magyar kormány szinte sosem váltotta be. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm.